Köszöntöm Önöket! A Szertárta Kanizsa TV sportmagazinját látják. Mai adásunkban az elmúlt év történeteiből válogatunk. Tartsanak velünk! 3 arannyal, 6 ezüsttel és 2 bronzéremmel tértek haza a Szandia táncosai Porecsből. A tengerparti városban rendezték ugyanis a Dance Star világbajnokságot, ahol a szandiások csaknem 50 ország legjobbjaival mérték össze tudásukat. A Dance Star világbajnokságon a világ legjobb táncosaival mérhették össze tudásukat a kanizsai lányok. A versenyen elért eredmények azt bizonyítják, hogy kifizetődött a felkészülés során elvégzett kemény munka. Porecsben voltunk ugye most, és nagyon nagy volt a verseny, nagyon erősek voltak a mezőnyek, rengetegen voltak, nagyon-nagyon jó volt a verseny, már csak azért is, mert most tényleg erős volt, és tényleg volt miért küzdenünk és táncolnunk. Felkészülés mennyivel nehezebb ilyenkor, hogyha tudjátok, hogy talán az év legnagyobb versenyre készültök, mennyivel kell többet edzeni, mennyivel kell keményebben edzeni, vagy egész évben általánosan az a jellemző, hogy mindent bele kell adni az edzéseken? Hát ilyenkor sokkal nehezebbek az edzések, főleg, hogyha úgy edzünk a diával, hogy megállás nélkül, gyaki után, de hát azért ilyenkor szerintem úgy a csapat összességében jobban hajt ebbe az időszakban, amikor készülünk. A dél-zalai csapat harmadszor vett részt a horvátországi világbajnokságon, és idén 3 arannyal, 6 ezüsttel és 2 bronzéremmel zárták a porecsi versenyt. A bravúros szerepléssel a felkészítő edzők is elégedettek. Idén volt a legnehezebb dolgunk, igazából 55 ezer táncosból válogatták ki ezt a 7500 versenyzőt, aki a világbajnokságon részt vett, 45 nemzet, 5 földrész táncosaival táncoltunk, és hát jobbára olyan klubok táncosaival versenyeztünk, akik mondjuk ilyen művészeti általános közép- és főiskolára, egyetemekre járnak, tehát nem volt könnyű dolgunk mi, mint amatőr egyesületként. Ennek ellenére a 30 gyakorlatunkból 11-et sikerült éremre váltanunk, 3 aranyat nyertünk, 6 ezüstöt és 2 bronzot, és minden olyan gyakorlatunkra is büszke vagyunk, akik mondjuk nem nyertek érmet, de mondjuk 25-30-35 fős mezőnyben 4., 5., 6. helyen tudtak végezni. Itt a lányok már említették a testi felkészülést, hogy mennyire kemény, Dianinén mennyire meghajtja őket, de beszéljünk talán kicsit arról, hogy fejben hogy lehet felkészíteni a gyerekeket egy ilyen komoly kihívásra. Hát évek óta úgy szokott zajlani az utolsó hónap, hogy ilyen motivációs zenéket töltünk le, ami az olimpiáról szól, akkor a versenyekről, hogy győzzünk, hogy magyarok vagyunk, hogy Magyarországot képviseljük, és általában azokra szoktunk melegíteni edzésen, meg hát szoktunk beszélgetni mindig a versenyekről is, hogy ki hogy készült rá, mire számíthat, nyilván aki egész évben becsületesen dolgozott, annak nem volt miért izguljon. A Szandia 30 gyakorlattal kvalifikált a versenyre, amiből 11-et éremmel díjazott a zsűri. Ezzel az eredménnyel a kanizsai csapat lett a legsikeresebb magyar egyesület. A nagy formációink nagy része érmes lett. A nagy lányoknak az egyik gyakorlata, amelyik A kategóriás lett, az ugyancsak 8. lett, de a világ nagy tánciskoláinak klubjaival versenyeztek musical kategóriában, a cigánylányossal. A másik gyakorlatuk viszont az Alice Csoda Ország, ami már ugye tavalyi gyakorlat, de idén újra versenyeztünk vele, az annak sikerült ezüstérmet nyerni. A junioroknál ugye a lányok már említették, hogy a SAK nevű formációnk, ami nagy formáció, amiben 25-en vannak, az ugye ezüstérmet nyert, és gála esélyes volt, tehát ugye jelölték a gálás 20 legerősebb gyakorlat közé, amit aztán átválogattak ott a bírók újra, mert egy kicsit többre sikerült, mint 20, és végül is kicsúsztunk a 20-ból, de én azt gondolom, hogy ennek ellenére hihetetlen büszkék vagyunk arra, hogy ennyi gyakorlatból egyáltalán számításba jöhettünk a gálára. Aztán a másik junior csapatunk csoportban versenyzett a Trójával, ott 6. helyet szerzett, de nagyon erős mezőny volt, és nagyon sok csapat volt. A másik gyakorlatukkal, az akrobatikus gyakorlatukkal aranyérmet nyertek a Super Mario-val. Aztán az egyik kisebbek musicalbe versenyeztek, a lázadó gyerekek a Matildás musicalnek egy részletét adták elő, ők aranyérmesek lettek. És a legkisebb csapatunk, aki velünk volt, akik a legfiatalabbak voltak ezen a versenyen, 10-11 évesek, azok pedig 4. helyen végeztek.
történetet ad elő nagyjából az összes. A formációnk, amiben másodikak lettünk A kategóriába, az a sakk, ahol egymás ellen játszunk, ugye? És a végén nyernek a feketék. A másik formációnk az Asterix és Obelix, ami hát ugye egy elég híresebb mese. És a Tamikának például a szólója, a macskanő. A következő pár hétben nyári szünetre vonulnak a táncosok. Az edzők viszont nem pihennek, hiszen már most kidolgozzák a következő szezon koreográfiáit, és egy nyári tábort is szerveznek. A következő hetek, ugye vége lesz az iskola évnek, utána lesz egy pár hét nyári táborunk, ilyen sporttábor a város sportolóinak, gyerekeinek, hogy jól érezzék magukat, hogy pihenjenek, kikapcsolódjanak. Utána az a elkövetkező másfél-két hónap az erről szól nálunk mindig nyáron, hogy leül a családi tanács, és akkor zenéket válogatunk, gyakorlatokat gondolunk át, azokat összerakjuk, átgondoljuk, hogy mi melyik gyakorlat kihez illene a legjobban, létszámilag, akár tudásilag, akár előadás van, akik kicsit szimpadiasabbak, azoknak nyilván a musical fekszik jobban, akik nagyon ügyesek akrobatikában, azok akrobatikusban versenyeznek. A következő felkészülési szezon az augusztus végi edzőtáborral veszi majd kezdetét. Kiválóan szerepeltek a Fitpoint csapatai az alaszentgróti Grótrap terepfutó akadályversenyen. A Sütifalók formáció a csapatversenyben első lett, a Kemény Csajok alakulat pedig a negyedik helyen végzett. Egyéniben Balassa Andi remekelt, aki korosztályában aranyérmet szerzett. 1. alkalommal vágtak neki azzal a szentgróti terepfutásnak a Fitpointosok. A lányok külön nem készültek a futamra, így sok meglepetés várta őket. Nem igazán tudtuk, hogy mire számíthatunk, csak a képek alapján, amiket föltettek Facebookra, de az akadályok közül nem az összeset tették föl, tehát a legtöbb meglepetés volt. Nem számítottunk arra, hogy zsákot is kell cipelni. Körülbelül 10 kilós zsákkal kellett futni egy nagy kört. Utána meg természetesen tovább futni a mezőn, ilyen hepehupás talajon. Volt egy nagy domb is, amire föl kellett mászni. Anita az felsprintelt, mi meg mögötte csúsztunk, másztunk, ahogy éppen sikerült. Picit azért kellett kapaszkodni, de minden akadályt sikerült megcsinálni. Nem kellett semmilyen segítség, néha húztuk egymást, néha vontuk egymást, ami kellett, de mindent megcsináltunk. Említetted, hogy néhány fotót lehetett látni a versenyről, de azért volt meglepetés szakasz. Hogyan lehetett így felkészülni a versenyre? Igazából nem készültünk külön erre a versenyre, csak az alakformáló órákkal, amiket itt nyomunk esténként, meg reggelenként is néha. Ezek szerintem tök jól felkészítettek a versenyre minket, mert azért kellett futni is, de legtöbb az kellett ahhoz, hogy elbírjuk a saját súlyunkat is. A versenyen 30 fokos hőség tombolt, de még ez sem zavarta a kanizsai versenyzőket. Kifejezetten jól esett a melegben a vizes akadály, komolyan mondom, pedig én az elején azt gondoltam, hogy úristen, tehát vízbe taposni és iszabba, és ez rettenetes lesz. De végül is jó buli volt, és tényleg jól esett. Nekem nem volt olyan, hogy feladom. Jó, már egy kicsit úgy a 5. kilométernél persze, hogy na, lesz még vizes gödör, vagy most már vége lesz, de azért azt nem bántuk, hogy már az utolsó gödrön is túl vagyunk, de jó volt, jó hangulatú verseny volt szerintem, jó szervezés volt, gördülékeny volt, és nekem az nagyon tetszett, hogy a csapattársak, és nem csak mi hárman, hanem az egyéb résztvevők is segítették a többieket, és szerintem ez annyira pozitív dolog volt. Tehát, hogy lehet, hogy valakinek számított volna a saját ideje, mert ugye nem mindenki poénból megy, és van, akinek nagyon fontosak az eredmények, nekünk annyira nem volt. Mégis ő is megállt, és felhúzta a kicsi gyereket, mert gyerekek is voltak, minket is próbáltak segíteni innen a Fitpointból ismert csapattársak is. Nekem ez nagyon pozitív volt. Melyik volt a legnehezebb akadály, amit mondjuk a legnehezebben küzdöttél le?
Hát a domb. Egyértelműen. De meg hát én nekem tényleg a sérülésem miatt azért, amiken át kellett lendülni, ugrani, azért az annyira nem esett jól, megmondom őszintén, de mivel utána futottunk, mentünk tovább, mozgásba voltam, ezért nem volt aztán nagyobb baj belőle, de ezek voltak inkább nehezek. A verseny egy csodás környezetben 5 kilométeres akadályokkal tűzdelt pályán zajlott. Az ötletet Balassa Andi adta nekünk, akivel együtt futottunk a Kanizsakaros félmaraton. Tulajdonképpen ott mentünk először csapatba, így hárman csajok, és az volt a cél, hogy elinduljunk, megcsináljuk, aztán csapatban meg is nyertük, úgyhogy ennek nagyon örültünk, és akkor ott beszélgettünk Andikával, és ő mondta, hogy van az Alaszentgróton ez a hagyományőrző jelleggel megrendezett terepfutóverseny, ami 5 kilométer különböző akadályokkal, nagyon szép környezetben, hogy nem érdekel-e bennünket, és akkor megbeszéltem a csajokkal, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk magunkat. Nagyon szimpatikus volt, hogy nem tömegverseny, tehát nem ilyen tízezres nagyságrendben kell tülekedni, hanem ha jól emlékszem, 400 körül volt a versenyzőknek a létszáma, és ami nagyon tetszett még, hogy hagyományőrző jelleggel rendezik meg, azt hiszem, már negyedik évente. Úgyhogy beneveztünk a lányokkal, két csapatot is neveztünk, innét a Fitpointból jött még három hölgyemény, akik nagyon ügyesek voltak, és hát elmentünk. Nem tudtuk, hogy mire számíthatunk. Azt mondták, hogy lesz sok vizes akadály, meg hát rengeteg ilyen megfélemlítő dolgot konferáltak ott nekünk az elején. Most én például nem tudok úszni, és azt is mondták, hogy hát elég megnőtt a pataknak a vize, félni kell a sodrástól, kapaszkodjunk egymásba, és hát ez úgy megkérdőjelezte, hogy jó döntés volt-e, de aztán fantasztikus élmény volt. Tehát hasonlít ez a verseny egy kicsit a Spartán részre, csak kisebb. Igen, én azt gondolom, hogy igen. Valószínű, hogy egy kicsit ugye a koncepció az ezen is alapul, csak kisebb, és egy kicsit hagyományosabb akadályok voltak. Tehát például szénabálán kellett átmászni, aztán rengeteg vizes akadály volt, körülbelül a fele az vizes akadály volt, akadályok a víz alatt, meredek kell lemenni, hegyet kellett mászni, tehát mindenféle dagonyázni kellett, combig besüllyedtünk az iszabba, alá kellett merülni, volt ott minden, és futni. Először voltatok, hogyan szerepeltetek? Igen, most voltunk először, és ennek is úgy indultunk neki, hogy csináljuk végig, ugye 5 kilométer 15-20 szakadállyal. Nem tudtuk, hogy mire számíthat, nagyon meleg volt. Tehát én nekem ez a gyengém, hogy amúgy sem szívügyem a futás, bár már egyre többet futok, és hát volt körülbelül 30 fok közeli hőmérséklet, úgyhogy nekem ez volt a legnehezebb ebben a melegben napsütéses terepen futni. Aztán végigcsináltuk, 53 perc volt azt hiszem az időnk, az alatt értünk be. Azt azért meg kell hagyni, hogy Anita rettenetesen hajtott bennünket, aki ráadásul sérült volt, tehát most, hogyha nem lett volna sérült, akkor szerintem én ki is fekszek, tehát nem tudom követni. Tehát 53 perc alatt behajtott bennünket a célba, és hát utána derült ki, hogy hát meg kéne válni az eredményhirdetés, mert az előzetes összesítések szerint elsők lettünk csapatba, nők között. Úgyhogy nagyon meglepődtünk. Akkor ez így is lett? Így is lett, igen. És hát ugye nem készültünk erre sem külön, itt az órákra járunk edzeni, meg néha-néha én elmegyek futni. Csennivel úgy hetente egyszer leszoktunk tévedni a mindenkire, ott futkosunk 5 kilométer körüli köröket, és igazából ennyi. Úgyhogy kicsit minket is meglepett, hogy ilyen eredménnyel végeztünk, de ez egy inspirált is feldobott bennünket, úgyhogy most szombaton is megyünk egy másik versenyre. Akkor ez gyakorlatilag nektek is egy jó visszajelzés, hogy nem muszáj terepre kimenni futni, hanem amit itt csináltok az edzőteremben, az jó és működik, mert megvan az eredménye. Hát igen, tehát nem véletlenül mondják, hogy aki futó, annak is nagyon kellenek a keresztedzések, mert hogyha teljesítményt akar növelni, akkor nem elég futni, hanem bizony ott az erőt is, izomerő álló képességet, tehát mindenre rá kell gyúrni, és valóban azok az edzések, amiket itt csinálunk a teremben, ehhez elégnek bizonyultak. Valószínűleg egy hosszabb távhoz már nem lenne elég, tehát egy ilyen 5-7 kilométerhez elég, ahhoz azért jobban oda kéne tenni magunkat, de igen, számomra az az üzenete ennek, hogy amilyen edzéseket végzünk, azok nem rosszak. A lányok a hétvégén sem pihennek, ugyanis Dunakeszin vesznek részt a Crazy elnevezésű akadályversenyen.
Megőrizték a 15 éves hagyományt, 24 órán keresztül rúgták a bőrt a bélyelgések. A gimnázium maratoni tornája nagy népszerűségnek örvend, közel 100 diák vállalta az egynapos kihívást. Azt mondhatjuk, hogy most már némileg rutinszerű a rendezés, tehát egy ilyen 2-3 hónap előtte, ha elkezdjük szervezni és rendezni, akkor az már elég. Az gyerekek együttműködésétől is függ. Természetesen az idén 8 csapat van, a 8 csapatban általában 11-12 játékos játszik, tehát ez körülbelül közel 100 gyereket jelent. Körmérkőzéses formában játszanak, kétszer 25 percet, az egyszer bajnokságszerűen lemegy az egyik fel, és utána pedig hajnaltól a visszavágók következnek majd. Mi reméljük azt, hogy van presztízse, és hogy részt venni ezen a rendezvényen azért az mindig egy jó buli. Nagyon reménykedünk abban. Ez működteti, hogy mindig van körülbelül 100 gyerek, aki ezt bevállalja 24 órán keresztül. A készülődés az inkább tényleg ilyen szervezéses készülődés, tehát hogy hogyan jön össze egy csapat, hogyan válogatjuk össze a haverokat, barátokat, és természetesen minden évben eddig volt egy már végzett évfolyamos csapatunk is, az idén is van. Nagyon pozitív visszajelzés, hogy ők is szeretnének visszajönni, és hogy játszani a mostaniakkal. A csapatunk már 9. óta megvan, egy B-s osztály vagyunk, az azt jelenti, hogy matek-fizikás osztály, ebből kifolyólag sok a fiú, és sok focista is, és már 9-ben indultunk az iskolabajnokságon, mert van minden évben az iskolánkban egy diákok által megrendezett iskolabajnokság, és már akkor összekovácsolódtunk. 9-ben nem tudtunk indulni a 24 óráson, mert túl sok osztály jelentkezett, és már nem fértünk be, viszont tavaly indultunk, és idén is jelentkeztünk, és elég összeszokott csapat vagyunk, többször is nyáron is jártunk tornákra, és eljárunk baráti focizásokra. Van egy hangulata ennek szerintem, hogy 24 órán keresztül össze vagyunk zárva, és egy ilyen összekovácsolja nem csak a csapatokat, hanem az egész iskolát, a focistákat. Tényleg van egy mélypont a este, amikor az ember fáradt, és hideg van, és sötét van, de azon kell túllendülni, és az is összekovácsolja az embereket szerintem. És nehéz megmondani, elég kiegyenlített a mezőny. A 12-es évfolyamos B-s csapat is nagyon jó, és hát természetesen a 13-osok mindig potenciális esélyesnek számítanak a kupára. Egyértelműen a dobogó a cél. Vannak rivális csapatok, mint például a tanár is említett 12. B-osztály, vagy a 13-osok, de lehetnek meglepetések, és reménykedünk a dobogós helyezésben. Tizenötször szervezzük ezt a városnapját is köszöntő, 24 órás diák hősöknek szóló alkalmat, és én örülök annak, hogy bírják a fiatalok. Volt egy első alkalom, amikor a szülők is indultak, és utána már bedobták a törölközőt. Tehát azt tudom mondani, hogy ez valóban hősies tett. A kezdetek elég könnyen kezdődtek, végül is egy 3-0-ás győzelemmel kezdtünk.
Utána folyamatosan nyertünk, és igazából csak egy döntetlent játszottunk. Azt is a 13-asokkal, ugye velük fogunk döntőzni, szóval egy jó döntő elé állunk mindenképp, mindenképp. Szerinted mik az esélyek, mit vársz a döntőtől? Hát mindenképp nyerni szeretnék, szeretnénk, mindennek teszünk érte. Jó meccs lesz. Kicsit a saját csapatodról, hogy álltak össze, máshogy focisztok esetleg együtt, baráti társaság, vagy csak osztály? Igen, ez már 9-vel kezdődött, szóval már onnantól fogva egy jó kis baráti társaság, egy kis csoport kialakult. Hétvégente lejártunk focizni, és hát végül is így maradtunk, és minden évben összeállunk így. Valóban mindig eljön ez a holdpont, nálunk körülbelül olyan egy óra fele jött el, és akkor így megbeszéltük, hogy elmegyünk aludni, főleg a kezdők, és akkor a cserékbe álltak, ők játszottak éjjel, és akkor reggel fölkeltünk, és folytattuk, szóval egyébként meg elég sok energiát ad, meg krémeket, szóval minden ilyesmi, ami kell, az mindig ott van. Bejött ez a taktikai húzás, a cserék is tudták hozni az eredményeket? Igen, végül is sikerült, mivel van egy nagyon jó kapusunk, aki visszajáró, szóval Pécsen játszik, és még az utolsó évben visszajöhetett, és ő leoszta nekünk rendesen. Elején izgultunk, azért az érződött, de belejöttünk szép lassan. Az első 5 percnél már azért kezdtük uralni, aztán végül sikerült betalálni, és az egy magabiztosságot adott, és tovább tudtunk menni, hál' Istennek, igen. Végül 4-0 lett a lelás, hogy magabiztosnak tűnik kívülről a győzelem. Milyen volt belül, melyik volt az a pillanat, ahol említettél, ahol megfordult szerinted a meccs? Hát ez a harmadik gólnál lehetett talán, ez körülbelül ugye a tizedik. 10 perc volt vissza már, és körülbelül akkor már azért biztos volt, de végig harcoltunk, szóval nem adtuk fel. Ezt kiveszi át. Azt is hát ő mindent visz. Ismét kanizsai siker női testépítésben. Tavaly nyáron a sportág világbajnokságán is szép eredményeket elérő Orbán Krisztina ezúttal edzőként segítette Svoboda Lucia felkészülését. A mindössze 17 éves lánya testépítő és fitness magyar bajnokságon junior kategóriában versenyzett, és aranyminősítést kapott, bikini fitness versenyszámban pedig a 6. helyen végzett. Több profi fitness versenyzőre is elmondható, hogy a testépítés előtt más sportágokban is jeleskedett. Ez Luciára is igaz, hiszen rengeteg sportágban kipróbálta már magát. 2 éve akkor jött le először remzengózni, az ilyen a kyokushin karate, meg az aerobiknak a keresztezése. Ott járt velem 1 évet, és utána azzal párhuzamosan elkezdett kondiba járni, meg szobor, hogy egyszerre hirtem minden, hogy érdekes. A fiatal kanizsai sportoló végül a testépítés és a softball mellett tette le a voksát. Egész életemben sportoltam mindig valamit, de nem voltam kitartó. Kosaraztam 3 éven keresztül, ilyen nagy kanizsai versenyeken szerepeltem, de nem találtam meg benne magamat. Kéziztem is, azt se tetszett, kajakoztam, ott se voltam sokáig, és akkor ez a zengó, meg ez a softball és a testépítés, ami úgy én vagyok igazából. Nagyon szeretem csinálni, és tetszik az, hogy látom a fejlődést magamon. Sokkal kitartóbb vagyok, nem csak sportban, hanem tanulásban is. Ha kitűzök magam elé egy célt, akkor azt el is érem. És mindig régebben ez a csalódásért, hogy én voltam a leggyengébb, a legvékonyabb, és ebből ki akartam törni valamilyen szinten. És most, hogy megmutatom az embereknek, hogy én csinálom, és nem csak mutatóból, hanem rendesen eredménye van, látják rajtam, hogy jó a közérzetem, és tényleg örömből csinálom, nem muszájból, így nagyon jó érzés.
Az élsportoló gyerekek számára nehéz megtalálni az egyensúlyt az edzések és a tanulás között, de Lúciáéknál egyelőre ez sem okozott problémát. Igen, először a tanulásnál is mindig ezt mondtam, de mivel a sport meg fegyelemre tanít, tehát valamilyen szinten jó, hogyha a gyerekek sportolnak, tehát jó tesz a tanulmányi eredményének is, ha megfelelő energiát oda is belefekteti persze. A fitness versenyzők életében a megfelelő forma eléréséhez elengedhetetlen a rendhagyó étrend, a szigorú diéta betartása. Ebben Lúciát édesanyja is segítette. Nagyon oda kell neki figyelni, mert nagyon nem így étkezett, mint most, tehát mindent evett, csak egészséges ételt. Nem most ebből a szempontból örültem, hogy a sportolás miatt muszáj neki egészségesen étkezni, de a végére már én is belecsömörlöttem a csirkeme meg a rizs készítésbe, mondtam, ilyen nincs. És minden reggel azzal indult, hogy csirkemelet sütünk, rizs csinálunk. Egy fitness versenyző élet elég sok nehézséggel van kikövezve. Az iskolában akár, hogy nem egy jó kis Nutella szendvicset vittem éppen egy csirkét rizssel. Mennyire volt ezt nehéz megoldani egy középiskolás tanulmányait közben? Hát igen, a kaja az nagyon nehéz. Először, amikor még csak arra kellett, hogy odafigyelni, hogy mit eszek, akkor ez még nem volt nehéz. Most csirke, mert rizs, de még volt fűszerezés. Az még úgy jó volt, sőt még élveztem is, mert tényleg látványa volt annak, hogy nem szemetet eszek. Viszont iskolában, hogy mindenki, na kérsz egy kicsi szendvicset, vagy kérsz egy kis csokit, így nehéz volt betartani. Néha félre is ettem, belecsaltam a diétába, de nem sokszor. A junior kategórián belül is a legfiatalabb versenyző volt a kanizsai lány, és a helyszínen sem minden a tervek szerint alakult, így még inkább felértékelődnek az elért eredmények. Az IFBB szövetségen belül indultam a magyar bajnokságon, először egy minősítő kategóriában, bikini fitness kategóriában indultam, itt aranyminősítést megkaptam. Azt tudni kell, hogy van három minősítés, a bronz, az ezüst és az arany. Ugye a bronz az általában mindenki megkapja, aki elindul. Az ezüst az a már alakuló félben van, de még nem az igazi, és az arany az a legjobb, ugye? Ez egy picit vicces volt, mert fél sminkbe mentem fel, tehát így úgy volt, hogy először lementek a Masters kategóriák, és utána minősítő, és picit gyorsan lezavarták ezt a Masters részét, és így ülök a sminkes nőcínél, és mondták, hogy hát, amúgy menni kéne minősítőre. Hát fél sminkbe, de felálltam a színpadra, nem izgultam, mert nem volt időm izgulni, semmire nem volt időm, de nagyon élveztem a színpadi mozgást. Aztán a minősítő után volt egy nagyobb szünet a másik kategória és a minősítő között. Akkor volt idő minél, hogy befejezték a sminket, volt idő bedurrantani, töltöttük a szénhidrátot, és a második versenyre már teljesen készformába álltam színpadra. Ott junior bikini fitness kategóriába indultam, 166 cm magasság felett. Hát szerintem én voltam a legfiatalabb így ránézésre. Ugye 16 évestől 23 éves korig van ez a kategória, a junior. És hát az én kis 17 évemmel, ilyen 22-23 éves lányok között állni, hát szerintem nem volt teljesen igazságos. Jobb lenne egy fiatalabb, meg egy idősebb kategória, mert egy 17 éves lánynak, amíg van egy-két éves sportmúltja, mert ezt nem célszerű korábban elkezdeni, addig egy 23 éves már nőnek akár 7-8 éves sportmúltja is lehet, és az az izom kidolgozottságán is nagyon meglátszódik. Lúcia az aranyminősítés és a hatodik hely mellett más területről is pozitív visszajelzéseket kapott, mióta a testépítéssel foglalkozik. Említetted, hogy látszik is az eredmény most már rajtad a testeden, az átalakulás. Azóta esetleg a fiúk is nál is észreveszed, hogy jobban megnéznek, mint előtte? Igen, természetesen, hát rengetegen írogatnak rám, és picit zavaró néha, de tetszik, igen, hogy jobban észrevesznek. A siker elérésében szülei és kanizsai edzője mellett mások is segítették Lúciát, akinek a jövőt illetően komoly céljai vannak mind a fitness-t, mind a softballt illetően. Palatinus Tünde nevű testépítőnőt, aki már nagyon régóta csinálja, és tényleg nagyon profi a szakmában. Hozzájártam fel Pestre két alkalommal mozgásképzésre. Nagyon jól megtanított, és nagyon jól tudtam pózolni, valamint az edzőm Orbán Kriszti segített még korrigálni a kis hibáimat. Megvolt az első versenyed, mik a célok ebben a sportágban, vagy akár softballban?
mindenképpen szeretném továbbvinni fitness-t. Szeretnék később body fitness kategóriában indulni, ahol már jelentősen több az izomtömeg. Az valahogy jobban tetszik, meg ott nem ez a nagyon lágy, nőies mozgás, már picikét ez ilyen fiúsabb, hogy mondjam ezt. Szobot is szeretném továbbvinni, most jelenleg ugye az NB1-be játszok, felnőtt NB1-be. Szeretnék bekerülni a válogatottba is, és RB-re menni. Szerintem ez a 2-3 év alatt megvan, ugyanúgy, mint ahogy a body fitness kategória is. Szóval ezeket évekbe kell már mérni. Az étkezés terén egy kis lazítás jön Luciánál, de az edzéseken tovább folytatódik a kőkemény munka. Ennyi fért mára a Szertár, a Kanizsa TV sportmagazinjának válogatás műsorába. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!